Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, itt a Gazdagréti Szent Angyalok templomban és otthonaitokban, akik a televíziós közvetítéssel most velünk együtt ünnepeltek Szent Ambrus püspök és egyháztanító emléknapján. A mai szentmisénket elhunyt Julianna és István, elhunyt Mária és Pál, elhunyt József testvéreinkért és elhunyt hozzátartozók lelki üdvért ajánljuk föl. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jónom a mindenható Istennek, és irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket és vezessen el az örök életre. Amen. Könyörögjünk. Istenünk, Te példaképül adtad Szent Ambrus püspököt, hogy katolikus hitet és apostoli bátorságot tanuljunk tőle. Támasz egyházadban szíved szerinti férfiakat, akik népedet erős lélekkel és nagy bölcsességgel kormányozzák. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön, örökké. Amen. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, újongjon a sivatag és viruljon, mint a lilium. Virulva viruljon, és örömébe újongva daluljon. Mert övé a Libanon dicsősége, a Kármel és a Sáron pompája. Meglátják az Úr dicsőségét, Istenünk fölségét. Erősítsétek meg az elernyedt kezeket, és a roskató térdeket szilárdítsátok meg. Mondjátok a csüggedt szívűeknek, bátorság, ne féljetek, íme eljön Istenetek, eljön, hogy bosszút álljon, és megfizessen. Maga az Isten jön el, hogy szabadulást hozzon nektek. Akkor megnyílik a vakok szeme, és a süketek füle hallani fog. Ugrándozik majd a sánta, mint a szarvas,
és a némák nyelve ujjongva ujjong. Mert vizek fakadnak a pusztában, és folyóvizek a sivatagban. A száraz vidék tóvá változik, a szomjas föld vizek forrásává. A sakálok egykori lakóhelyén zöldelő fű és nádterem. És egy tiszta út vezet majd át rajta, úgy fogják hívni a szentek útja. Tisztátalan nem léphet rá, sem a balgák nem bolyonganak rajta. Nem lesz ott oroszlán, és más ragadozó sem jár arra. A megváltottak vándorolnak rajta, akiknek az Úr szabadulást szerzett, azok térnek vissza rajta. Éneket zengve érnek a Sionra, és örök boldogság tükrözi az arcuk. Öröm és újongás jár a nyomukban, mert fájdalom és siralom nem lesz többé. Ez az Isten igéje. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Egyik napon, amikor Jézus tanított, farizeusok és törvénytudók is ültek körülötte, akik Galilea és Júdea különböző falvaiból és Jeruzsálemből jöttek. Az Úr ereje akkor arra indította Jézust, hogy gyógyítson. Ekkor néhány férfi egy béna embert hozott hordágyon. Be akarták vinni a házba, hogy eléje tegyék, de a tömeg miatt nem fértek hozzá. Ezért fölmentek a tetőre, és azon át bocsátották le ágyastól a középre Jézus elé. Hitük láttára Jézus így szólt: ember, bocsánatot nyertek bűneid. Erre az írástudók és a farizeusok azt gondolták magukban: ki ez, hogy így mer káromkodni? Ki bocsájthatja meg a bűnöket, nem de egyedül Isten? Jézus pedig gondolataikba látva megszólalt: miért gondolkodtok így magatokban? Mi könnyebb, ha azt mondom, bocsánatot nyertek bűneid, vagy azt, kelj föl és járj. Tudjátok meg tehát, hogy az emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására. Ezzel a bénához fordult: mondom neked, kelj föl, fogd ágyadat és menj haza. Erre ő a szemük láttára tüstént fölkelt, fogta ágyát, amelyen feküdt, és Istent magasztalva hazament. Erre mindnyájukat ámulat fogta el, magasztalták Istent, és félelemmel eltelve mondogatták: csoda dolgokat láttunk ma. Ezek az evangélium igéi. Áldjon téged, Krisztus! Szeretett testvéreim itt Gazdagréten és otthonaitokban, az advent, mint az Úr jövet, vagyis az Úr eljövetelének várása, ennek készülődő időszaka nap mint nap ad valami üzenetet is számunkra, hogy mi jellemezze a készülődésünket. Miért kell egyáltalán készülődnünk?
Miért kell nekünk, keresztényeknek, krisztusiaknak, a világ szellemével szembefordulva, tudatosan átgondolnunk azt, hogy mire várunk, kit várunk, mire készülődünk. A világ és a világ szemlélete mohón birtokolni akar, és mindig a beteljesedésre irányítja a figyelmet, már várakozás nélkül, készülődés nélkül akar birtokolni. Jól látjuk ezt abban a külső világban és külsőséges dolgokban, amelyek már berendezkedtek a karácsony fényeivel, díszeivel, az ünnepi hangulattal, mely egyszerűen kizárja az előkészület időszakát. Kizárja azt, hogy az ember eltűnődjön, gondolkodjon azon, hogy mire is készül. A világ karácsonyra készül, és ebből mi sem vonjuk ki önmagunkat, mert mi is készülünk az idei karácsonyra, hogyha nehéz körülmények között is, de készülünk Jézus születésének az ünnepére. És ez is megmagyarázható, hogy ebben a készületben külső dolgokkal, tevékenykedéssel és ajándékok beszerzésével is foglalkozunk, de ez csak egy része a készülődésnek, mert a készülődés az belülről történik, a szívünkben történik elsősorban, mert hiszen itt kell tisztáznunk azt, hogy mi történik számunkra karácsonykor, és mi történik most az advent folyamán. Hiszen mi nem csak a karácsonyra készülünk, hanem Jézus második eljövetelére is. Ez aztán teljesen kimarad. A készülődésnek ez a szempontja kimarad a világ várakozásából. Mert a világ csak odáig lát, hogy majd eljön december 25-e, az előtt meg a 24-e este, a Szent Este, és akkor ünnepelni fogunk, ha ünnepelni fogunk. De hogy Jézus második eljövetelére is nap mint nap készülődünk, ezt már a világ nem sajátítja el magának. A mostani csodatörténet, a gyógyítás, és a gyógyító csodának az elemei, lépései rávilágítanak arra, hogy mit jelent a készület. Nem csak egy érdekes történetről hallottunk, hogy Jézus egy bénát meggyógyít, itt fontos párbeszédek is elhangzottak, de még inkább fontos jelenségek. Ezt a béna embert a hordággyal nem bírták a tömegen át bevinni Jézushoz, a tömegen áthatolva, hanem megnyitották a tetőt, fölülről engedték le Jézus elé a bénának a hordágyát. Vagyis akkor a hitük volt, hogy ezt megtették. Tehát a gyógyító csoda a gyógyulást kérők hitével kezdődik. És Jézus nem mondja azt az onnyomban, hogy gyógyulj meg, kelj fel innen, hanem azt mondja, ember, bocsánatot nyertek bűneid. Nem a testét gyógyítja meg először, hanem megjutalmazza a hitet. Megjutalmazza ezt a leleményességet, hogy a béna ember először lelki tisztulást kapjon, bocsánatot nyernek bűneit. Isteni hatalmát abban mutatja meg először Jézus, amiért egyáltalán közénk jött. A bűneink bocsánatáért jött, a mi megváltásunkért jött. És ezért Jézus először a lelked gyógyítja. És ezt követi
a test meggyógyítása is, mind a mellett, hogy a farizeusok megütköznek ezen, hogyan meri azt mondani, hogy bocsánatot nyernek a beteg bűnei. Ki ez, hogy ilyen hatalmat tulajdonít önmagának? De nyilvánvaló, hogy Jézus isteni természetében és hatalmában cselekszik, még emberi módon irgalmat gyakorol. Ez a prófétai jövendőlés beteljesedése, ahogy ma hallottuk Izaiás szavait, az az eredeti és épségben fennálló világ valósul meg, ha csak egy kis időre is Jézus küldetésében, amikor a száraz vidék tóvá változik, a szomjas föld vizek forrásává, és nem lesz pusztítás, nem lesz kudarc az ember életében, és békesség honol majd a világban. Ebben a gyógyító csodában egy kis előíze megvalósul ennek a messiási állapotnak, amelynek a lényege a lélek gyógyulása, mert ebből fakad minden. Jézus hangsúlyozza az evangéliumban, hogy minden cselekedetünk forrása és belső elindítója az a szívben történik. Szent Ambrusra emlékezünk, a IV. Század nagy szentjére, akiről sok mindent el lehet mondani, tanító, hitvédő működéséről a milánói püspöki székben, üdvösen teljesített szolgálatáról, a szent liturgia iránti szeretetéről, de azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy ő volt az, aki a nagy egyházatyának, Szent Ágoston püspöknek lelki újjászületést adott a szentségek kiszolgáltatásával, és így teljesültek az érte Ágostonért imádkozó Szent Mónikának könnyes imái, engesztelő imái, mert Szent Ambrus is felismerte, hogy a lélek gyógyulása az a legfőbb feladat, és a lélek gyógyítása a lelki pásztornak elsődleges szolgálata. Mi mást kérhetnénk ezen az adventi reggelen, Szent Ambrus püspök emléknapján, mint hogy első helyre tegyük a lélek gyógyulásának vágyát és feladatát, és élvezzük nap mint nap elesettségünkben és gyengességünkben az Úr Jézus gyógyító szavait, bocsánatot nyernek bűneid. Amen. Kérjük most testvéreim a mindenható Istent, minden világosság atyát, hogy teljesítse igazságra éhező és szomjazó hívei kéréseit. Adj, Urunk, egyháznak bölcs tanítókat és apostoli lelkületű hithirdetőket, hogy egyre jobban megismerje a világ Szent Fiad evangéliumát. Add, hogy megszűnjék az írás tudatlanság a földön, és a Szentírás ismeretében is gyarapodjanak a népek. Támasz hívő szakembereket az emberi tudás minden ágában, neved dicsőségére és a lelkek javára. Add, hogy a szülők meg ne feledkezzenek ígéretükről, amelyet megkeresztelt gyermekeik vallásos nevelésére tettek. Ne engedd, hogy a világi tanulmányainkban előre haladva elhanyagoljuk a szentek tudományát, az imádságos lelkületet és az ember szeretet gyakorlását. Kérünk téged, hallgass meg minket.
Add meg bőséges kegyelmedet a névnapját ünneplő Ambrus testvérünknek és kedves szüleinek. Nyisd meg az igazság kapuit azoknak a testvéreinknek, akikért a mai szentmisét fölajánljuk, és minden megholt hívednek. Istenünk, te kiapadhatatlan fényességben lakozol, gyarapítsd híveidet minden ismeretben, és add meg nekik szent lelked segítségét, hogy életükkel tanúskodjanak a te igazságodról, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Folytatjuk a 6. számú hozsanna éneket a 3. verszakkal. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicsérletére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára. Urunk Istenünk, az áldozat bemutatásánál áradjon reánk szent lelked kegyelméből a hit világossága, mely Szent Ambrus püspök állandó belső fényessége volt, miközben dicsőségedet hirdette Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkedel. Emeljük föl szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Ő első eljövetelekor magát megalázva testet öltött, teljesítette a kezdettől fogva neki rendelt küldetést, és megnyitotta számunkra az örök üdvösség útját, hogy amikor dicsőséges fényben újra eljön, látható valóságban nyerjük el, amit most ígéretében bízva várunk. És ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónot körülálló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Dicsőséged
Szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ. Mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adaték. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat kérdezünk, Urunk, és hitt el a bajok feltámadásodat, amire eljössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Hadd, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, Szent Ambrus püspökkel, Szent angyalaiddal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásokban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és Péter püspökünket, segédpüspökeit, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Emlékezzél meg, Urunk, elhunyt szeretteinkről, Julianna és István, Mária és Pál, József és minden elhunyt hozzátartozónk lelki üdvéről, akiket magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy akik a keresztségben
titokzatos módon részesültek fiat halálában, részesüljenek fiat feltámadásában is, amikor a holtakat életre kelti a föld porából, és romlandó testünket megdicsült testéhez hasonlóvá teszi. Többi elhunyt testvérünket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogad be jóságosan országodba, ott majd reményünk szerint velük együtt mi is, dicsőségedben örökre részesülünk, amikor letöröl szemünkről minden könnyet, és színről színre látunk téged, Istenünk. Hasonlók leszünk hozzád mindörökre, és szüntelenül dicsőítünk téged, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Isten úgy szeretett minket, hogy üdvözítőt küldött nekünk, aki testvérünk élet, ezért merünk Atyánkhoz így imádkozni. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hogy kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség közöttünk mindenkor. Az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. A 123-as éneket énekeljük.
Kedves testvéreim, most a lelki áldozás következik. Mindazoknak a testvéreinknek lelki javára, akik otthonaikban ünnepelnek most velünk. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe, ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Könyörögjünk. Istenünk, erősítsen meg minket e szentség ereje, hogy Szent Ambrus püspök tanítása nyomán előre jussunk a lelki életben, bátor szívvel járva utaidon hozzád igyekezzünk, és méltóképpen felkészüljünk mennyei lakomád édes örömére, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr Jézus elsősorban a lelkünk épségét, tisztasságát akarja, ezért váltott meg minket, ezért várjuk az üdvözítőt, nap mint nap az ő érkezését, majd az énekünk is, a jól ismert adventi ének szövege is ezt fejezi ki, a jöjj, üdvözítőnk kezdetű énekünk, amit a mise végén énekelünk. És most pedig áldást kérek rátok, akik itt jelen vagytok a gazdagréten, és otthonaitokban velünk ünnepeltek. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat. Istennek legyen valamára. Szent Mihály arkangya, védelmezz minket a küzdelemre, a sátánnak rossz kísértései ellen végoltalma, esedezzet végül, parancsoljon neki az Isten, te pedig meg is esedkezzének, a sátán és pedig gonosz szemek, akik a lelkek beszélnek körül járnak a világba, Isten elejében, Jézusom, szent szíve, reméllek és bízom benned. Szűz Mária, kegyelmek anyja, könyörök életünk. Magyarok szent őrangyala, könyörök életünk. Szent Pió és szent Sárbel atya, könyörök életünk. Mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei, könyörök.